Az egész szezonban mindössze egy idegenbeli meccset megnyerő nyíregyháziaknak a MAFC otthonában kellett volna győzniük ahhoz, hogy bennmaradjanak az első osztályban. A hazaiak azonban nem bíztak semmit a véletlenre, az első negyedet 7, a második a 12 pontra nyerte a fővárosi gárda, és a folytatás gyakorlatilag már csak formalitás volt. A népes szurkolótábor által támogatott kékcápák 17 pontos vereséggel távoztak a gabányi sportcsarnokból. Sokkal nyugodtabban és rutinosabban kellett volna játszanunk ezen a mérkőzésen. A hangulat nagyon jó volt. A csapat úgy gondolom, hogy teljesen pozitívan állt a dologhoz, és hitt abban, hogy nyerhet. De sajnos, amikor kimentünk a pályára az első néhány perc jó játéka után, nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami kellett volna ahhoz, hogy ott tudjunk maradni. A MAFC győzelmével bennmaradt az NB1-ben, a Nyíregyháza pedig 13 évnyi folyamatos, összesen 15 év élvonalbeli szereplés követően kiesett a legmagasabb osztályból. Elég nehéz szezonunk volt, elég nehéz körülmények között dolgoztunk. Kell majd ezt hosszabban értékelni, és akkor beszélhetünk erről talán többet. Még bennem is elég friss az élmény, és azért eléggé megvisel, maradjunk ennyiben a teljesítményünk. Gondolkodunk rajta, és akkor majd meglátjuk, hogy kifejtjük, vagy utána nézzünk, hogy alapvetően mi is, ami azt okozta, hogy ide kerültünk. Az NB1-ben a Salgótarján a Vasas, az Oroszlány pedig a Veszprém ellen vezet 1-0-ra a két nyert meccsig tartó párharcban. Az elmúlt három évben a másodosztály bajnoka nem vállalta az élvonalbeli szereplést, így a kieső csapat maradhatott az NB1-ben. Erre most minimális az esély, ezért jelen állás szerint az NB1-ben folytatja a Marsó Nyíregyháza.